Nagy tiszteltek, köszöntöm Lévai Ferencet, az Aranypont Zrt. elnök vezérigazgatóját. Egyfajta évértékelőre, bár ez korai még invitálom, kettős minőségében egyik oldalról, mint elnök vezérigazgatót, másik oldalról pedig a mahal szóvivőjeként is miként euh, élték meg ezt az esztendőt, hiszen a koronavírus járvány után vagyunk, egy tartósan vízhiányos időszakot élünk meg, változékony az időjárás továbbra is, a váremelkedések megvoltak, úgyhogy azt gondolom, hogy van miről beszélnünk. Tehát kezdjük talán, hogy a koronavírus járvány mennyire viselte meg a gazdaságokat, adott esetben az aranypont Köszönöm szépen, üdvözlő szeretettel én és mindenkit. Van egy régi sláger, hogy nincs a helyzetünkben semmi, amit ne lehetne kissé jobbá tenni. Most mondhatnám, hogy nagyon jobbá lehetne tenni a helyzetünket, hiszen semmi nincs benne, ami, ami egyébként úgy igazándiból jó lenne. Nagyon-nagyon hideg tavasszal kezdtünk, csapadék hiányos tavasszal kezdtünk, és elképesztő téli madárkárokkal, kormoránkárokkal, károkkal, hiszen nem voltunk befagyva, és most már pontosan tudjuk, már pontosan tudtuk május végén is, hogy bizony a vetőmagból, az ivadékból már eleve kevés van az országban. Eljött a hideg tavasz, ami az idei ivadéktermelést is keményen befolyásolja, és hát nem jött meg a víz. Ugye a Dunántúlon már a vegetáció följött addigra, amikor a csapadékot kaptunk egyáltalán, az meg is fogta, a csatornáink elbozótosodása, a karbantartások hiánya, mármint a, a más ágazatok részéről, mert a halászat belső csatorna rendszere, vagy a hallgatosságok, az nyilván az utolsó fűszálig van tartva, hiszen elemi érdeke, hogy visszajusson valahonnan az ágazat. A Dunántó nagyon rossz helyzetben volt tavasszal is, és ez csak fokozódott a nyára. Ilyen havária-szerű hőség, nem tudom másképp hívni ezt a hőséget, ami Észepa is 22 fokokat eredményezett, olyan párolgási vesztességet idézett elő, nem kell mondanom, amit a környékben nézzék meg a velencei tavat, semmivel nem vagyunk jobb helyzetben, mint a verencei tó. egyet talán igen. A bőség óriási madárbőséget eredményezett, hiszen a elfogyott vizekből minden madár itt van nálunk, már mint a halastavakon, és amikor térdig járkálhat a 40 hektáros kellős közepén, akár dinnyésen, akár nálam, akár ö, bármelyik halastó rendszeren, a madár hát elképesztő, milyen károkat szenvedtünk el. Ez már csak ráadásként jött hozzá az, hogy a takarmányárak ugye az aratás első napjától kezdve drasztikusan fölfelé szaladtak, hiszen az árpa volt az utolsó olyan növényünk, amelyik normális elvárható hozamot adott, mint a búza, mint pedig a kukorica kilátások, hát azok tragikusak. Az áremelkedések meghaladják a 40-50 százalékot, hiszen tavaly ilyenkor 4002-ért lehetett kukoricára kötni, megnéztem egy akkori szerződésemet, de aki már 4500-t kínált a kukoricáért tavaly ilyenkor, az már igen fölbecsülte a piacot, ami aztán piatokon belül 6000 lett, Tudjuk már, hogy a, a külföldi és kínai bevásárlások miatt az európai piacokon is. Hát most semmivel nem jobb a helyzet, illetve lényegesen rosszabb. Nem panasznapot szeretnék tartani, csak ha már a kérdés ez volt. Nem tudom, minek köszönhető, össze lehet-e kötni az építőipari bummot a COVID-dal, vagy össze lehet -e kötni azzal, hogy a gazdaságba eszméletlen sok pénz és lehetőség ömlött. De hát egyszerűen nem lehet pályázni ma már, mert nem tudja senki megmondani, hogy milyen ár lesz hónap vagy hónap után mondjuk az alapvető építőipari anyagokból legyen a sóder, kavics, cement, vagy akár fa és fémipari termékek. Ezért aztán megfogálni minden, nem tudunk bent van egy pályázatunk, mit tudom én, február óta, amire választ a mai napig nem kaptunk. Az akkori építőipari norma gyűjtemény, amit elfogad a pályázat, az kb. 70%-kal drágább, hiszen tavaly ilyenkor 75 ezer forintért hozták helybe a gyalult fenyőfűrészárut, aminek most 200 ezer forint az ára, ha egyáltalán kapható is van, minőségről most ne is beszéljünk én nem érzem azt, hogy a mi ágazatunkat a létező legkisebb mértékben és pozitív irányba befolyásolta volna bármi is. Nem. A munkaerő egy katasztrofális, nem lehet a, a, a Covid járvány után fellendülő idegenforgalmi lehetőség, ami nekünk egy fél éves leállás után olyan volt, mint szomjazónak a víz, de az egy óriási emberhiánya a párosult, nem csak nálunk Tehát a Balatonnál sincsenek emberek nyilván mindig a jövőt kell nézni. Na most a jövőben se látok különösebben az ágazat számára, különösebben nagy vonzerőt, magasak a halárak, ez ténykérdés, az eddigi propagandánk és reklámunk, hogy ne vessen kárba, eleve elrendeltük már a tavasszal azt, hogy az ágazat addig nem ad exportra halat, amíg a belföldi piac minden szereplőjét ki nem elégítettük. Ezt meg is csináltuk, nem mentek a román kamionok, nem adtunk sehova halat, mert idehaza akár a horgásztársaságokat, borgászegyesületeket, akár a mohoz saját vizeit, akár pedig a hazai piacot ki kellett szolgálni, meg is tettük becsülettel. Az őszi semmi jót várok. Hatalmas a madárkár, nagyon nagy kiesések lesznek a Dunántú viszonylatában biztosan a, termelésbe a vízhiánya miatt. Nyilvánvalóan kevésbé tőkerős kollégáink visszafogták a takarmányozást, mert nem lehetett megvenni már a 6-7 ezer forint fölött járó, most már 8 ezeres kukoricát arra, hogy bárki halat tudjon veletetni ahogy mondtam, volt, nincs a helyzetünkben semmi, amit ne lehetne nagyságrendekkel jobbá tenni. Ugyanakkor fontos kérdés, hogy mit Tervez a gazda, tehát nyilvánvaló, hogy valamilyen szinten meg kell őrizni a munkahelyeket egyik oldalról, meg kell őrizni azt a pozíciót, amit a piacon kivívott magának, akár az Aranypont, vagy bármely más uh, hallgazdaságot mondok. Tehát van-e megoldás, van-e terv, hiszen az agrártárca nyilván uh, odafigyel ennek ellenére, hogy a pályázatokról ugye esett szó, hogy uh, elég gyatrák a pályázatok, vagy hosszú időt tesz igénybe. Semmit nem tud csinálni az agrártárca. Semmit. Ha megnézzük a, a, akár a vidékfejlesztés, akár a halászati, de a halászat itt különösen. A pályázati átfutási idő jó esetben, tehát hiánypótlásokkal, amikor azt mondták, hogy igen, ezt most már elfogadtuk, ezt meg azt meg most az bizony még mindig egy év és én nem látok semmiféle arra múlt a vélet, hogy gyorsulna egy kicsit, és nem gyorsul. A semmit nem változtattunk. Létszámhiányjal küzdik az ágazatnak az a része is, amelyik. Létszámhiányjal küzdik a, 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 akár a bírálattal foglalkozó társaság, akár az informatikai fejlesztések. Nem vagyok optimista egy pillanatra se, hatalmas pénztől megáll egyébként, és vár, hogy eljusson a fogyasztóig, pontosabban a társaságokig. Nem jut el. Ezt az utat egyszerűen nem tudták kikövezni. Hét éve a halászati ágazat azzal szerencsétlenkedik, hogy nem tudjuk a pályati elbírálást felgyorsítani. Amit azért is értetlen, és elmondtam már többször is, nem csak ilyen fórumon elmentünk az Agrárkamarához is mindenhova, nem tudunk gyorsítani, azért nem, mert az elektronikai rendszer, az informatikai rendszer, a bírálati rendszer olyan, hogy csomót kötöttünk a saját kezünkre. Csomót kötöttünk. nem megy. Az első mahop lényegesen gyorsabban ment, az első mahop átlagos átfutás ideje 3-3,5 fél hónap volt, és ne felejtsük el, hogy se infláció nem volt mondjuk 5 évvel ezelőtt, vagy 7 évvel ezelőtt se, se infláció nem volt, se nyersanyag áremelkedés. Egy nagyon kedvező gazdasági környezetben dolgozhatunk, hiszen a gázolajára inkább lefelé ment, nyersanyagok ára változatlan maradt, ehhez képest ma egyik se igaz. A nyersanyagok ára a csillagos égbe van, nézzük meg a gázolajat, a történelmi magasságú emelkedett a gázolajára. Amikor ugye szivattyúzni kéne egyik tóból a másikból, hogy mentsük a vizet. 450 forintos gázolajon tehetem ezt, amit az 5 éve tehetem volna 300-on is, vagy akár 290-en is. Tehát a jövőt munka munkahely, nem kell munkahelyet teremteni, kinek? Hát mutassanak már munkaerőt a piacon. Mutassanak munkaerőt. Mutassanak szakácsot, halászt, gépkocsi vezetőt. Mutasson már valaki ebbe a térségbe szabad, munka, szabad munkaerőt. Nincs. Nagyon jó szöveg ez a teremtsük munkahelyeket. Kinek teremtünk munkahelyeket? Ki fog elmenni úgy, Honnan? Amikor már a, a gumigyárba is úgy hozzák, Nógrádból, meg, meg most már Kóreából hoznak embereket. Ne, egyszerűen nem igaz ez a téte, hogy Magyarországon szabad munkaerő van. Semmilyen ágazat nem mondhatja azt, hogy neki tele van. A mezőgazdaságban, nálunk, ahol nem tudunk kikerülni néhány területen munkaerőt, ott egyszerűen katasztrofális. Tudja mi az, amikor van összesen négy diplomásunk. Négy diplomás húzza a háló egyik felét, és három a közmunkából kiszabadított, vagy összeszedett, vagy odaimádkozott ember az, aki a másik felét húzza. És nem mondhatom azt, hogy Kóbi, ha még egyszer ilyen hülyeséget csinálsz. Nem mondhatom. Kinek? Hónap után nem jön ide. És mehet át a másikba. Munkahely teremtés, mint szlogen, nem jó. Még egyszer kérdezem, kinek teremtünk munkahelyet? Mutassanak már munkahelyet valahol. Ahol, ahol megvan minden ember. Bármelyik céget meg lehet nézni. Nincs munkaerő egyszerűen nem találunk. Ez az egyik a fejlődés, egyik gátja ez. Ez persze egy innovatív, de ne legyünk ennyire destruktívak. Mondom én magamnak itt a riportban. Nézzük meg, mi a megoldás. A megoldás az, hogy össze a vágyainkat, le kell szállítanunk, a fejlesztéseinket, a fejlődésénket, le kell oda a lehetőségeinkhez. Mik a lehetőségeink? Rendkívül elhúzódó pályázatok, nyilván nem fogunk tudni pályázni. Mert de nem tudom mire. Most egy gépnek az ára, mondtam egy hasszámot, 5000 euró. Mi lesz az euró ára egy év múlva? Lehet arra pályázni? Te hát a támogatást, tartom a pályázatokba. Munkaerőhelyzet. Mitől lenne egy emberre is több? Mondja meg valaki, mitől lesz itt munkaerő? Semmitől nem lesz. Nem volt két évvel ezelőtt se, ma sincs, két év múlva még annyira se lesz. Nincs. Láttuk, ahogy a, ahogy a COVID beütött a vendéglátás száadaiparba az az ember tömeg, ami itt volt néhány száz ezer ember, úgy szívódott föl egy pillanat alatt, hogy már nem lehet visszaimádkozni. Azt a szakácsot, aki egyébként négy hónapi nem volt fizetés, vagy csak alapjáraton, és elment bárhova az iparba, vagy bárhova dolgozni, akár külföldre, most már még az se igaz, az nem tud visszahozni. Nincs meg. Nézzék meg a Balatont, hogy a családi vállalkozások szedték össze a nagymamát, nagynélét, unokahogót, gyereket, mindent, hogy ki tudja a panziót takarítani ha éppen nem volt hozzá munkaerő. És most sincs, a Balaton fölszabadul, nyilván egy hónap múlva az ottani forgalomnak a felére fog visszaesni, nem lesz ember, aki onnan kijöjjön, mert aki ott volt, az is kényszer volt zömbe. Ahogy mondtam, hogy családok, barátok álltak össze, és segítették egymást. A Gellét szállva voltunk egy születésnapon, ahol a pincére, aki megismert meg ugye valami szakács tanfolyamon volt, és ott éppen nézték az én videóimat, és akkor elkezdtem vele beszélgetni. Tehát azt mondja, hogy hát mi három vagyunk ám itt. Hát nincs a Gellértnek állandó személyzete. Nem tudja, nem tud, nem tud annyi ember tartani, hogy gazdaságosan megéljen. Mert mi a, mi a nagy vagyunk a madrid szigeten és nálunk csak az egyik van nyitva. És elme is onnan is mindenki. Az szóval én is 16. órámat nyomom le. Tehát azt mondani Magyarország, hogy munkahely teremtés kell, mondják meg, hogy kinek. Mert én nem látom sehol se. Gépesítés. Nem tudunk mit csinálni gépesíteni kell, és mindent, amit csak lehet, géppel végezni. Úgy kell kihelyezni a tavalyimat, hogy lehetőleg ne kelljen halat válogatnom, hanem a gép tudja a szákra rakni, megrakja a hálót, összehúztuk, megrakja, azt teszi a helyére. Ha már kézzel hozzá kell nyúlnom, és többféle halat tartanák, mert úgy a gazdaságos, úgy tudom a piacot kielégíteni, akkor nem tudom, kivel fogom szétválogatni. Szelektív hálókat csinálok. Van 5 cent és nagy szemű hálónk, hogyha egy tóban van kisebb és nagyobb, eleve a nagyját fogja meg először, hogy ne kelljen válogatnom kézzel, hanem megfogtam a nagyját, és majd utána az apróját, hogy legalább egy szelekciós munkát meg tudja csinálni. A munkagépeknek a kanalába föl van írva, hogy hány kiló van benne, mert nincs már, aki kézzel hozzányúlhat a takarmányhoz. Az önürítő sónova úgy rakom be a takarmányt, hogy 700 kg van a kanálba, akkor ez a tó 14 -e másra akkor két két egész készet kanálba beleteszek, a traktoros kiszáll, aztán a motort elindítja, minden egyes csónakra motort vettünk már. Nem úgy van, mint volt, hogy egy motort vittek, aztán rakták át végig. A annyi csónakmotor. Mert nincs, aki elvigye a csónakmotort a másik tóig. Nincs, aki elvigye. Ott kell beleülni, ezt megcsinálni. Somma, summáról az előre menekülés az, nagyon-nagyon embert takarékosan, lehetőleg technikai eszközök bevonásával, gondolkodása, ha kell, akkor lebutított termeléssel tudjuk csak megúszni ezt az időszakot. És én nem látom ebből a kilábalást. Mi lesz a kilábalás belőle? Honnan veszünk embert hónap után? Milyen innovatív technikákat kell bevezetnem? rá kell szoknunk az önetetésre, a tápetetésre, el kell jutnunk abba az állapotba, hogy lehetőség szerint a mostani állapot munkaerő hiányát ki tudjuk küszöbölni. Nem is beszélve a képzett Magyarországon nincs 15 éve halászképzés. És nem tudunk összeszedni olyan 20 gyereket, akit beiskolázna a szakma. Nagyon jó képzőhelyek vannak, Tatán Dobistván, a István, aki még mindig egy jó szakiskola lehetne, és halasz hagyományai vannak, oktatói ugyan már nincsenek. Itt van Agádon a következő szakiskola, tárgyaltunk velük, minden elmeti képzés, szívesen megcsinálnak, itt lenne a gyakorlati hely, dinnyi és jó magunk, a székesfehérvári a tógazdaság. Nem tudunk összeszedni húz gyereket. Úgyhogy most lehet, hogy a, a, a hétfői depresszió van itt most, ahogy tűnik ebből az előadásból, de mondjon már valaki ebből kiutat. Mikor lesz három hónap alatt egy pályázat elvírálva? Mondja már meg valaki, mikor az se infláció követő most, de nyilván ez a gazdasági degresszió most, vagy nem is tudom, minek hívja, mert egyrészt, hogy a progresszió, mert ugye a fejlődés meg megy, másrészt, hogy meg degresszió, mert egyébként meg megállítja az egészet, és égeti el a pénzt az infláció, meg a nyersanyagárak emelkedése. Hogy ebből mi lesz egy fél év múlva, vagy egy év múlva, én ezt nem tudom megmondani. Hogy most mi a kiút ebből, igen, túlélni, hát nem tudunk jobbat mi lesz a Covid járvány két hónap múlva. Élő ember meg nem mondja, hogy a szakácsaimat majd kell levinni, nem halászni esetleg. Tehát lehet, hogy ez a riport egy kicsit rossz óda, rosszul is fogalmaztam. Ez a riport egy kicsit úgy tűnik, hogy pessimista. De aki több napfényt tud most nekem mutatni, az mutassa meg, mert én lennék a legboldogabb. Ha tudnám, honnan lesz majd szakemberem, ha tudnám, ho ho hova, hogy tudok fölvenni, akár musogatórányt ide, aki, ha, ha tudnám, hogy mi lesz az egyetlen egy gépkocsi vezető találtam, aki Angliába elviszi a frissen válságot kamionunkkal az árut, ahhoz a Brexit miatt millió megszorítás van megint, és őrült kacifántossá válik az odavaló szállítás, vagy vált már most is ebbe a pillanatban. Aki ma pessimista, az csak realista. Aki ma úgy látja, hogy rózsás a jövő, az tegye meg, hogy lefestél nem látom a hajnalpért. Dolgoz, természetesen ez a szakmánk, ez az életünk, nem egy válságot értünk már át, ezt is át fogjuk majd élni, de most, most nem fogok olyat mondani, amit azt gondolnám, hogy bármi is jó lenne. Azt akarjuk kiverni az ágazatból, és azt szorítjuk mindenhova, hogy ne pakold meg a román kamiont karácsonykor halnak kell lenni Magyarországon. Ne pakold meg a román kamiont, hiába hozza idekesbe a pénzt, ha kell, 900-950 forintért, mert a magyar horgász ki kell elégíteni. A magyar tesco halnak kell lenni, a magyar vásárcsarnokban ott kell lenni a pontnak. Ez se könnyű. Ez se könnyű. Mi intézzük el. És akkor mi van a pályázatommal, ami egy éve bent van? Kiabál velem a tag, mert ugye egy érdekszervezetnél, érdeképviseletnél, ott azt nézik, ugyan egy rohadt filét nem kapunk ezért, és ahányan csináljuk, mindenki csak társi munka, meg elhivatottságból, meg mert én is ott vagyok benne. De Vergődünk olyan egyszerű témákkal, amiket már 5 vagy 6 éve tudtunk. Nos, hát nagy no, sohayjal azért folytassuk ezt a beszélgetést, mégpedig nem mással, mint a, a mahal, illetve a mind mindez ideig nagyon sokat tettek azért, hogy a halfogyasztás népszerűsítése elterjedjen. Hol tart most ez az akció, hiszen ez esztendőről esztendőre előkerül? Hála Istennek jól tart. És nem véletlenül mondtam többször is el, hogy minden áron ki kellem a hazai piacot elégítenünk, mert hála Istennek azért a fogyasztókhoz elértek az üzeneteink, hála Istennek az Agrármarketing Centrum nagyon tisztességesen és, és derekassan áll a dolgunk mellett, és csinálja a dolgát profi módon, és csak meg kell dicsérjem Onré eh, Péter vezérigazgató stábját, mert mindenben támogat bennünket, és ott vannak a placon. Eh, azt gondolom, ha a halfogyasztás emelkedése az, az a, annak is a függvénye, hogy egyre több olyan Tudatos vásárló van ma már, aki tudja, hogy egy héten legalább egyszer illik halat enni a saját egészségéért, és nem győzöm hangsúlyozni, hogy a, a magyar fogyasztási szokásokban a mozgás, a gyümölcs, meg a hal lenne az a megoldás, amiből sose lenne elég. Sokkal többet kéne mozognunk, gyümölcsöt fogyasztanunk, na meg halat fogyasztanunk. Hála Istennek, ezek az üzenetek ha lassan is átmennek. Itt nagyon fontos a folyamatosság. Igen, mantrázni kell, mondani kell, minden pénteken el kell mondani, legalább két-három helyen. Ezzel tudnánk a legtöbbet tenni az emberi egészségét, hogy átfordítanánk egy kicsit. Ez az üzemanyag hasonlata, amit már elmondtam egy párszor, higgyék el, hogy jó, ebbe a fantasztikus biokémiai motorban, amit egyébként embernek hívunk, ebbe a, az üzemanyag az, a, az, ami a legfontosabb, hiszen a genetikai alapok maga a motor az megvan. Amit hozzá tudunk tenni, az az, hogy jó üzemanyaggal tankoljuk, ehhez pedig a modern fogyasztásba a legjobb a hal. Hála Istennek a hal készítmények mennek, az intenzív termelés talán egy kicsit előrébb tart, hiszen nincsenek, nincs kitéve annyi annyira a, a természeti közelség, tehát az intenzív termelés, ami akvakultúrában azt jelenti, hogy medencébe, kádba, tápon, intenzíven tartom a halakat, az kevésbé viselte meg mind a járvány, mind pedig a, a természeti katasztrófák, lázs, vízhiány, hiszen ott minden mesterséges körülmények között zajlik, és kevesebb ember is kell hozzá. Az az ágazatunk, az dinamikusan fejlődik, legyen az, az afrikai harcsa, vagy az általunk is propagált úgynevezett szirgen harcsa, ami négy európai ország összefogásával az európai harcsát tette meg a termelés következő lépésére egy, egy fontos lehetőségnek. Ez az európai harcsa program, ami abból áll, hogy Magyarország a genetikát és a technológiát fejlesztette ki. A németek egy intenzív termesi technológiával szóltak ehhez hozzá. A, a szlovének egy saját körülkre adaptált, az európai hidegebb régióba is termelhető technológiai rendszert alakítottak ki, és nagyon jó feldolgozást csináltak, kiváló termékekkel, és van egy osztrák ebben ebbe a műsorba, még aki azt nézi meg, hogy, hogy lehet a leggazdaságosabb tápokat előállítani, hogy a harcsa ne zsírosodjon el, ugyanakkor a növekedés érje meg a testtömeggyarapodása jó legyen, lehetőleg mindig kisebb ökológiai lábnyomna. Na, ez egy fontos és jó kezdeményezés, örülök, hogy ez működik is, és megy. Most már a fél a ránk eső feladatokat elvégeztük, hiszen kiváló genetikai alapot teremtettünk a német és a magyar harcsa speciális civilizációjával, tehát tényleg egy nagyon jó kis halat látunk benne. Ezek, ezek előre mutató jelek, ez az, amiről az előbb beszéltem, hogy nem fogjuk tudni kihasználni a természetes adottságainkat, el kell mennünk abba az ipari irányba, aminek én személy szem szerint nem örülök, aminek az a lényege, hogy automata, táp, műszerek felügyelnek, és van három ember, azt jó napot kívánok. Nem így képzeltem el a halászat jövőjét, ma egy kicsit ebbe az irányba szorít és tol bennünket egyrészt maga a természetes a természeti jelenségek, a vízhiány, a rendkívüli hőségek és a szájok, másrészt pedig az, hogy hogy nem tudjuk az ágazatot munkerővel kielégíteni, és magunktól is szorulunk össze tatai öreg tavat fogjuk halászni október végén, már most tobogzom, hogy egyáltalán kik lesznek azok, akikkel, akikkel össze tudom még rakni. Most udvarodok az egyik régi halászomnak, aki egy kiváló szivattyú telepen tölti a napjait, és életében ilyen jó sora még nem volt, hogy erre a két hétre gyere elele, Áron Árpi, az Isten áldjon meg, hogy, hogy legalább legyen három olyan ember, akivel tudom a hálót mozgatni, mikor 1500 mázsa alatt kell kitermelni. Ha már lement a, a halányig, akkor könnyű egy dolgunk van, ott gépen már kirakodunk. Hát ez a szituáció ma. Természetesen mindenen túl leszünk, és én remélem hogy a következő beszélgetésünk nem ennyire sötétre fog majd sikeredni. Nagyon sokat lobbizik a mahal azért, hogy az ágazat egy kicsit előrébb kerüljön a rangsóba, de hát olyan meddő harcokat vívunk, amiket bárkinek elmondok, mindenki megérti. Csak amikor bekerül mondjuk egy gazdasági bizottsági döntésbe, akkor egy pénzügyminisztérium például azt mondja, hogy hát nem olyan fontos ez végül is. Csak arról van szó, amit már szintén elmondtam egy párszor, hogy minden mezőgazdasági ágazatnak van terület alapú, vagy, vagy állathoz kötött támogatás. Legyen az anyatehén támogatás, legyen az tejelőmaga támogatás, legyen a sertésprogram, legyen az szántóföld, diós, szőlő, kukorica, mindenkinek van 70-től 300 ezer forintig támogatása. A magyar ristermelés hektáronként 200 ezer forint támogatást kap alaphangon csak azért, mert is termel. De halastó rendszerek, amik a teljes védett állatállomány legnagyobb tömegét 80 át tartják el, egy rohadt fillért nem kapnak. Az uniós rendszerből nem tudunk kapni, mert a, a halászati ágazat az a tengerhalászati ágazathoz lett sorolva, nem a mezőgazdaságihoz. Közép-Európa ennek most a vesztese. Ezért ott nincs ilyen jogcím, hogy terület alapon támogassanak. Azt mondták, hogy fejlesztésre adunk pénzt, fejleszthetek, gépesítsetek, fejleszthetek, menjetek előre. De hát erről beszéltem az előbb, hogy hol, égi, hol ég el a pénzünk, meg a lehetőségünk a pályázatok rendkívül rossz átfutása miatt megnéztük, hogy a csehek például hogy oldják meg. A csehek azok többiek, akiknek szintén nem jár ez a támogatás. nemzetiből kapnak, mindenki megkapja azt a középarányosan. A, nyilván a németeknél ez egy magas szám, 150-200 forint, a cseheknél körülbelül 80-90 ezer. mi is megpróbáltuk, egy nemzeti támogatásból 7 évre 10 milliárdról van szó. Szóval nem, hogy költségvetési tétel, még, még csak, még csak Körül alatti piszok egy magyar költségvetésbe. Uh -huh. Mindenkit, mindenki támogat bennünket. A Magyar Agrárkamara, a, a, az Agrárminisztérium, mindenkinek levelet írunk, egyetért velünk mindenki. Csak a pénzt nem kapjuk meg. Abban még mindig nincs döntés, hogy a következő hét évre nemzeti forrásból ezt a költségvetés szintjén, de a mezőgazdaság szintjén is nevetséges összeget. Megkapja az a 24 ezer hektár halastó, aminek ma óriási jelentősége lenne, és nem tudjuk tudatosítani. A természetvédelem, aki mindenütt ott van, és jaj, ne lépjünk a fűre, mert eltapostjuk a tavaszi háricsot, meg meg a, meg a zöld küküllőt, meg az Isten nyilván, nem is akarok az egészet. Most, amikor ki kéne állni amellett, hogy a legnagyobb védett állat tömeget jelentő halastó rendszerek ne számolódjanak föl. Romániában a folyamat nagyon egyszerűen elindult. Mitől van ekkora óriási nyomása a magyar harác az export oldalról? Miért jön ide a román már is, könyörög egy kis harél. Hát kiderült, hogy a román tógazdaságok egy részét már rég elvetették kukoricával. Tehát kiszámolt arról már, hogy ha megkapja a, a, a alaphangon járó uniós támogatást, meg még kukoricát elme rajta, amikor csillagos égben van az ára, akkor pont ötször annyi pénzt keres, mintha a hallal killódna két évig. Hát fogták és beszántották a hallastavakat. Na most már nálunk is elkezdődött a folyamat, két kollégám azt mondta, Feri, én nem vagyok hülye, átminősítem a francba szántónak, kapásból kapok rá körülbelül a természetben támogatás 500 100 000 forintot. Az életben nem veszek le ennyi pénzt kóra, tisztán halat ha termelek benne. Azt akkor kínlódok, hogy lesz-e vizem vagy nem, elviszi-e a vagy nem, milyen lesz majd a piac, kukoriczával meg leszerződök bárkivel, és tíz évig hozzá se kell nyúlnom, csak termelnem. Be fog, le fog épülni a magyar halastó rendszer. Nem lehet a gazdasággal szembe menni. Nézzük meg, mi történt a sertése 90-95 között. A 10 millió sertésből pár év alatt lett 2-3-4 millió, most megint alá 3,5 fölött vagyunk, mert nem tudtuk eladni a sertést. Azon az ágon a sertést nem lehet megtermelni, ahogy a Dán meg a Német megtermelt, és a piac kinyírta a sertéságazatot. Pedig ha valami magyar ágazat volt, feldolgozókkal, világhíres termékekkel, pikkel, és amit csak akarsz, akkor az a sertés volt. Ide fog jutni a halászat is, hogyha azt a minimális támogatást nem kapjuk meg, hogy az a néhány száz megszállott, aki még ezt csinálja. ennél hosszabb átjutási ágazat nincs, mint a halászat. Hogy minimum két év, de inkább három kell ahhoz, hogy a befektetett pénzemből, a halamból, az ivadékomból majd, majd a tányéra kerülő hal legyen. Ha nincs rá szükség, akkor lehet hagyni elsorvadni. És akkor megint kevesebb lesz az a terület, ahol vizet lehet tárolni. Ugye nehezen hihető el, de a Magyarország, Magyar Mezőgazdaság legnagyobb vízfelhasználója a halastórendszerek. Hát alig öntözünk. Aztán lassan nem is lesz már miből. Most a halastó rendszerek egy 350 millió köbméter vizet itt tudnak fogni az országba, ami itt ad életteret, itt a termési lehetőséget, itt élőhely a védett átoknak, a természetvédelemnek, a növénynek, a flóának, faunának, mindennek, itt párologtat, itt táplálja az altalai szintet. Ez nem fontos senkinek, rajtunk kívül, akik ezt értjük is. Mindenki egyetért velünk, nem lehet megcáfolni, amit mondunk hogy milyen sokat számít az, hogy párologtatunk, és ebbe ár nincs óriási porfelhő, mert szépen lecsapódik a párába reggel, és a, a környék minden vada itt van nálunk rend, mert szomjas, és nem tud megélni a platókon, ahol portengerbe élnek, meg kukoricatengerbe. Mindenki megért, hogy igazatok van. Csak arról van az, hogy valaki mondja már azt, hogy támogassuk ezt az ágazatot, nézzük meg, hogy micsoda óriási természetben jelentősége van az, hogy létezünk, hogy vannak vizes élettelek. Senki, a világ legfontosabb élőterei, a vizes életterek. Legnagyobb problémája az asszá és a kiszágadás. És naponta éljük meg ezeket. És semmit nem teszünk érte. Semmit. Hatalmas sikerült az, hogy három-négy évvel ezelőtt ki tudtuk venni, hogy ne kelljen fizetnünk a vizért. Időnként még a nem létező vizér is, mert ugye alaphangon volt egy rendszer, hogy fizessünk vízkézet használati díjat, meg még vízdíjat is. Amiben egy pillanat alatt volna az ágazat, azt mondjuk, hogy rendben van, hozzátok meg a törvényt, aztán vegy a tudomás, hogy van, aki egy évet élt, van, aki kettőt. Ezt bezárjuk a halastalokat, azt jó napot kívánok. Majd lesz horgászat rajta, vagy még azt se főszántjuk kukoricának. Hát ezek a kilátásaink. Ezek a kilátások, még ezekre keressük a megoldásokat. És még egyszer mondom, úgy egyébként a magyar agrárkamor előtt le a kalappal. Minden petíciónkat támogatják, mindent, aláírások, mindenben. Ez felszólal, csak éppen nem történik semmi.